Voltál-e életveszélyben? Volt, hogy azt gondoltam, hogy életveszélyben vagyok, volt sokszor ilyen élményem. Alapvetően inkább azt mondanám, hogy vészhelyzet közeli állapotok voltak. Hajózásnál azt hívják vészhelyzetnek, médi állapotnak, amikor a hajó kigyullad, vagy a hajó elsüllyed, vagy olyan, tehát a hajó már nem hajó. Nekem ilyen azért nem volt. Volt olyan, hogy a hajó megdőlt 90 fokot, így mutatom, és amikor megdőlt 90 fokot, akkor elég sok víz bejött. De viszont nem sért el a hajó, nem volt olyan probléma emiatt, ami veszélyeztette. Tehát nem voltam ilyen igazi vészhelyzetben. Az, hogy a nagy hajó közel jött egyszer-kétszer, és a farhulláma eltolt, az is inkább az, hogy egy meleg helyzet, vagy veszélyes helyzet, de nem volt az a klasszikus életveszélyes helyzet, mert az életveszélyre van egy definíció a vízen, a tengerészek között, ez a médély fokozat. Én mondjuk ilyen pampon fokozatban voltam, amikor mondjuk jelenteni kell, hogy baj van, de hogy nem volt olyan veszély, hogy az életemet... Tehát volt olyan persze, hogy a mentő mellényt, meg a mentő mellény veven volt, a mentő tutaj már ki volt készítve, hogy a baj van, bedobom, meg az epilbó is be volt készítve, hogy tehát meg ott volt egy zsák, hogy ha elhagyom a hajót, akkor azon kívül, ami a mentő tutajhoz tartozik, azon kívül még be kell rakni a mentő tutajba a felszereléseket. Tehát volt olyan, hogy készültem ilyenre egyszer-kétszer, de aztán rájöttem, hogy ez még nem az, tehát... Igazi vészhelyzet nem volt, ami a, volt olyan, hogy mondjuk a reménytelenség, és azt gondoltam, hogy nem érkezek sehova, de az se, ugye a szolóvitól azok megőrülnek inkább, meg ilyesmi, tehát az egyedüllét, a nap és a sorosság, ez is nehéz, tehát az is mondható vészhelyzetek, mert ha megőrülsz, akkor az igazán a vészhelyzet. Sokszor heteken keresztül egyedül az óceán kellős közepén, hogy viselted a magányt? Hát én szerettem, mert hát milyen a személyiség az embernek, ez attól függ ez a kérdés, hát én szerettem, nekem milyen a személyiségem, és hát ebbe is lehet nyerni, ebbe is lehet veszíteni, ebbe is lehet tanulni, én próbáltam inkább tanulni, próbáltam tapasztalatként felfogni, ugye a természettel, természet közelében lenni, halakkal, madarakkal, delfinekkel, bálnákkal, a vitollával. Tehát ugye én szerettem a meditációt, ugye meditáltam az a TM-et, ami úgy szintén közel vitt ehhez a gondolkozáshoz. Tehát az egy probléma, ugye, hogy az ember, tehát mi nem vagyunk, mi társas lények vagyunk, tehát örökké nem lehet egyedül lenni, tehát ezt én is tudom, de hogy mondjuk 52 nap után kompenzáltam, hogy a szigeten megérkeztem, és voltak helyiek, voltak jaktosok, voltak ismerősök, már a másik szigetről, tehát fontos volt, hogy megérkezzek valahol, hogy ott is kicsit feltöltődjek, de amikor egyedül voltam, azt is élveztem, mert volt időm végre magamra, tudtam normálisan főzni, meg olvasni, tehát nekem ilyen volt ilyen a személyiségem. Kik voltak melletted, és kik segítettek, illetőleg voltak-e olyanok, akik azt mondták az indulás előtt, hogy Áron, ez őrültség? Hát volt sok segítő, meg támogató alapvetően. Édesapám volt az, aki itthon összefogta a csapatot, mert én ugye nem tudtam, mert én ott voltam vízen. Tehát ő volt, aki a weboldalamat, meg a... akár a médiával kapcsolatot, akár ismerősökkel, információ áramlásban segített, de amit ki kell emelni, a rádiomatőrök, tehát velük tartottam a magyar rádiomatőrökkel tartottam a kapcsolatot egy rádióval, és igazából ők voltak azok, akiken keresztül apu tudta, hogy én hol vagyok, mi a pozícióm, én tudtam, hogy milyen idő várható, bármilyen információ, rossz volt a hajó, vagy ők mondtak valamit, hogy... Tehát a rádiomatőrök voltak azok, akik akár fordították angolra a weboldalamon a naplómat, akár ebbe a kommunikációban sokat segítettek, szóval. És hát sok-sok segítő volt, tehát felsorolni is nagyon nehéz lenne, akár a szigeteken, akár a Magyarországon, akik akár küldtek valamit nekem, egy horgászbotot, vagy bármit. Tehát ők nem voltak így a csapat része, de segítettek, és ez mondjuk ez így része volt az egésznek, tehát őket emelném ki. És akik kételkedtek benned? Hát alapvetően nem bennem kételkedtek, hanem az útban, hogy a Karina és én mondjuk földet kerülök. Hát, tehát ez újszerű, tehát ez egy újszerű dolog, új dolog, nem a hagyományos értelembe vett földkerülés.
igazából Magyarországon nem sok vitorlázó van, nem sok óceáni vitorlázó van, nem sok tengeri szóló vitorlázó van, mondjuk a harmadik, ugye Farnán és Kopár is jön, tehát ebből adódóan itt, főleg a Balatonon vitorlázunk, és így nincs tapasztalatuk így óceáni, tengeri vitorlázásban, szóval így világos, hogy Angliában vagy Nyugat-Európában, amikor találkoztam hajósokkal, akkor mondták, hogy persze ez működik. Tehát, hogy akiknek van hajózási nemzet, vagy nagyobb tapasztalatuk, ugye Amerikában több száz hajó kerül földet, vagy került már földet, hogy mások a méretek. Alapvetően ez a kételkedés az inkább az, hogy ez egy kockázatos dolog volt. Tehát ennek volt, nagyobb volt a kockázata, mint egy normál hajónak, volt egy kockázati dolog, és ezért mondjuk a kockázat miatt mondjuk nagyobb szponzorok nem támogathattak, mert olyan volt már kockázat, hogy nem éri, vagy veszélyes. De tehát én megértem őket, és nincs probléma, mert hát természetesen ez egy kockázatos vállalkozás volt, és hát egy kockázat mellé odaállni és támogatni, az kockázatos. Tehát az felelősséget jelent, hogyha valaki mellé odaállunk és támogatjuk, mert akkor, ha elsüllyed az óceán közepén, tehát ez egy többféleképpen értelmező dolog, tehát én most remélem azt, hogy most a mai fiatal vitorlázók már kicsit másképp látják a vitorlázást. Mit tanultál ebből az útból? Kicsit jobban vitorlázok már talán, tehát van egy ilyen vitorlázási tanulás, ami folyamatos, tehát még nekem is kell tanulnom. Ez egy olyan sport, ami örökké tanulás, mert hát a víz mindig változik, annyiféle arca van, hogy... És hát azon kívül, hogy vitorlázás, meg hajóépítés, hajójavítás, meg a nyelvek ismerete, úgyhogy... Kicsit megtudom Fidzsi nyelven, meg az arab nyelven, de ezek olyan dolgok, amik az emberei ráragad az utcán, meg itt-ott. A magánytól mit tanultam? Az egyedüllétől az óceánon? Hát ezek tapasztalatok, tehát fontos az, hogy igazából lehet tanulni könyvekből is kell, de viszont tapasztalat is kell, és nekem van egy csomó ilyen tapasztalatom, amit így nehéz elmondani szavakkal, mert olyan tapasztalatom van, amit nem sokan éreznek hasonló, van hasonló tapasztalatuk, tehát nehéz olyan tapasztalatról mesélni, ami általában, tehát az biztos, hogy az egyedüllét és a magány az jobba kell lenned magaddal, megismered magadat egy kicsit, de alapvetően ez egy tehát én hiszem, hogy most én olyan sok, tehát persze tanultam, de ez egy tehát fejlődünk mindenki, tehát akik itthon voltak, ők is tanultak, tehát mindenki mindig tanult, de én mondjuk 700 napot eltöltöttem magányosan, és fogtam halakat, tehát lehet, hogy jobban tudok halat fogni. Szóval ez a legtényszerűbb, amit tudok így neked mondani. Készülsz-e hasonló őrült vállalkozásra, vagy mi lesz most veled? Hát írtam egy könyvet, illetve lesz egy magyarországi könyv, amit egy kiadó kiad tavasszal, tehát a február közepén lesz egy könyv, amit karácsonyra ígértem. Ugye karácsonyra ígértem, de eltolódott. Most úgy néz ki, hogy február közepén megjelenik egy könyv rólam, tehát ezzel foglalkozok. Illetve egy film is készül az útról, és annak a háttérmunkába veszek részt, hogy egy dokumentumfilm, és ugye nem csak az út bemutatása, meg engem bemutatása, hanem a értelmezése, érdekes beszélgetések, más vélemények. Ugye mert mindig felmerülnek sok kérdés, és ez a film, meg ez a könyv talán minden kérdésre válaszol, és ez a cél, és ezután őrültség, nagy ilyen terv nincsen, mert most érkeztem haza 2 hónapja, nekem kell egy kis idő, meg a családnak is.